Integessé. Halihó, sziasztok! Sankó vagyok, és ez itt egy Moto Sunday motor bemutató, egy BMW GS310-es, ami 2017-ben jelent meg, és azóta is a fiatalokat hódítja. Amit tudni kell erről a motorról, a BMW ezt a városi dzsungelbe is, és bárhová, ahol ami erdős út, vagy bármilyen kaland vár titeket oda, ez elvileg megfelelő motorkerékpár. Fiatalokat célozná meg, mert ugye 25 kW-os a blokk, tehát A2-vel is vezethető. Ez a 34 lóerőhöz egy 28 Nm párosul. Foglalkozunk még akkor egy kicsit a blokkjával. Ez egy Euro 4-es szabványnak megfelel, tehát már itt is ezt lehet vásárolni, vagyis csak ezt lehet vásárolni. Injektoros és persze katalizátorral ellátott, aminek nagyon örülünk, nagyon fasza. Ez nem kipufogó, ez mi, ez a lyuk. Szörnyű. Egyébként kívülről tök jó néz ki, kis modern, csinos, tetszik a motor, bár csak jobban menne. Ösztömegét tekintve ez a motor 170 kg, plusz ha még ráülsz, azért már elég is jó tömeget kell cipelni annak a 34 lónak. Van egy kicsi plexing, ami szélvédelmet nyújtaná. Mentem már vele jó pár száz kilométert. Nem rossz egyébként, de azért érzed, hogy mész, mondjuk egy olyan 110-nél már. Amit én hiányolok, hogy még mindig halogénizó van benne. Azért már 2018-ban szoktak ledes első lámpákat rakni motorkerékpárokba, ez megmaradt a hagyományos izzónk, ami még kibaszottul csípi a csőröm, hogyha ezt látjátok. Ez ilyen gumibagba mozog, kb. Úgy tudjátok ezt elképzelni, mint amikor jön veled szembe egy teherautó, és így villog a lámpája. Na ez ugyanezt csinálja. Kibaszottul idegesíti szerintem az előttem lévő, plusz a táblákon is látod, hogy vibrál minden. Lehet, hogy jó az izzónak, hogy nem megy szét, mert nem rászkódik, de viszont nem mennék ez előtt, a motor előtt. Van elő egy 19-es kerekünk, egy 300-as tárcsával, ami viszont radiális és 4 dugattyús. Fényfékcsője van felszerelve elő hátul, az tök jó, hogy alapból van rajta ilyen. Hátul egy 300-as sima, egy dugós fékrendszer van, az egy alap dolog. 17-es kerékkel. Hátul viszont van ledes lámpánk. Ha már hátul van led, elő miért nincs? Ja, és az indexek is maradtak. Halogén bulb. Fasza. Szóval így, hogy a motor felé érkeztünk. Tank 11 literes. Ebből azt hiszem a tartalék 1 liter. Az átlagfogyasztása pedig olyan 3,5-4 liter között alakul. Kezelőszervekben semmi extra. Indítás, vészleállító, villogó, stb. Duda, meg egy ABS ki tudunk kapcsolni. Gyújtást ráadva a fedélzeti kompjúterünk tárul elénk, amelyet egy gombval tudunk működtetni. Ez is kicsit idegesítő, főleg akkor. Nézzük, miket lehet válogatni. Van egy motorhőmérsékletünk, az, hogy mennyit tudunk még megtenni benne lévő üzemanyaggal, átlagfogyasztásunk, tessék, 3-8, nem hazudtam sokat. 64 km per az átlag, és a dátum. Ja, és van egy setup, amitől én nagy csodákat vártam. Erre, hogyha hosszan nyomod és belelépsz, be tudod állítani az időt. És a dátumot. Ennyi az összvíz beállítás, amit tudunk engedélyezni. Ebből kilépni kurvára nem lehet, csak így egyesével, ha nyomkodod, hogy lépjen tovább. Trip 1, 2, és egy odométer, és a végére is értünk. Egyszerű és nagyszerű. Most pedig nézzük, mit árul elénk az ülés alól. Az ülés alatt található egy sorosan odafogva egy kezelési útmutató, egy gyári szerszámkészlet, különböző relék vannak szerintem is, ami nem tudom, hogy így kell, hogy legyen, de biztos, hogy nem. Ez egy tesztmotor 2500 km-re, és ez a kábel, vajon mi a fasz?
beszigetelő szalagozva, egy zsák biztosíték, mindenféle, ha netán kéne. Nem tudom mi a fasz, de nagyon kemény. Akkumulátor és egy ABS kocka, ami elvileg a BMW saját fejlesztése. Gyönyörű, ez biztató. Még valami? Hang? Sovány. Ezzel hajnal 4-kor el lehet indulni, nyugodtan dolgozni. Az ablak alatt be lehet indítani, mert nem nagy hangja van, még cibálva sem. Valamit próbál, de nem az igazi. Azért ezt a kipufogóta lerugnánk róla, baromi jó kis gép lenne. Plusz, amit még lehet, hogy hallotok, tehát, hogy ne csaljak, a odométer 2531 kilométerről benne, kuplunk. Behúzva, csendes. Figyelj, kiengedem. Ez mi a fasz? A DSM 13 éves, az nincs ilyen kupló hangja, bassz meg. Azt a kurva. Most pedig nincs más, mint menjünk vele egy kört. Na és akkor, amit a gépről tudni érdemes, baromi könnyen kezelhető. Ez szerintem annak, hogy tényleg ornehéz a gép. Hiába 170 kiló úgy lehet döntögetni, alacsonyan van a súlypontja. Nagyon fajn. Hát annyira azért nem húz. De a hadsebességes váltónak köszönhetően azért a végsebességünk olyan 140 körül alakul. Az utazónk pedig 100-110-re kényelmesen, 115-tel is lehet. Tényleg pályáztam vele, az nagyon kényelmes úgy. 41-es fordított teleszkóp van elő. Az már sok mindenre jó. Hátul pedig imbarendszer nélküli előfeszítése állítható rugós tag van. Tesztfotóról még annyit kell tudni, nem tudom, látszik-e innen, hogy jobbra felde a kormány. Tehát ez vagy elestek, vagy ez ilyen. Tehát nem hiszem, hogy ilyen. Na mindegy. Arról kell beszélnem, amit kaptam. Szóval én ilyet kaptam, hogy ha egyenesen tartom a kormányt, akkor baromira erre áll a kerék. Szóval ez a kormány felde. Szokható, de... De azért na. És most, ha itt kifordulunk, lássunk egy gyorsulást. Kettőből üvegen elhúzzuk. Ez nem elég, az ne vásároljon ilyet. Egyébként tényleg ez a hagyományos használatra tökre élhető. Az ára ennek a motorkerékpárnak 1.800.000 forint, ami bele tartozik mind az, amit láttatok. A csomagtartó, stb. Minden így, hogy van, ez 1.8. Végezetül pedig köszönöm szépen, megnézzétek ezt a GS310 motortesztet. Ha tetszett, iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt is, hogy ne maradjatok le semmiről. Kövessetek engem és a Moto Sunday csapatát is. Sziasztok! Már